Estaba muy tenso porque sabía que nunca el Debrecen nos habría ayudado contra NTK. Perdió 3-1 y nosotros hemos luchado en este campeonato desde el primer minuto hasta el último. Hemos conseguido un resultado enorme. Tehát azért volt nagyon ideges, mert érezte azt, hogy a Debrecen nem fog nekünk segíteni az eredménnyel, úgyhogy egész évben mi csak saját magunkra számíthattunk, az elemek ellen, meg minden ellen harcoltunk, de hát a végén úgy néz ki, hogy felülkerekedtünk, és meglett a siker. És úgy néz ki, hogy ez a feszültség a játékosokra nem ragadt, tehát őkra nem látszott a pályán. Gracias a Dios, no se veía mucho la tensidad en los jugadores. En los jugadores la tensidad no se veía tanto como en ti. No, hoy no jugamos como siempre porque había mucha presión encima y los jugadores estaban muy tensos y presionados. Por eso no llegamos como antes y por eso creo que el partido salió de esa forma. Ma nem úgy játszottunk, ahogy szoktunk, a játékosok idegesebbek voltak, mint azt esetleg kívülről lehetett volna látni. Sajnos nem tudtuk a saját játékunkat játszani azáltal, hogy a fiatal játékosaink azért picit idegesebbek voltak, mint kellett volna. De az eredmény megvan, és ez a lényeg megvan, a bronzérem. Egy pár mondatban, ha tudná értékelni a tavaszt, minek köszönhető ez, hogy végül is ilyen jól sikerült a vége? ¿Qué dices de sobre todo el año? Porque hemos conseguido el tercer puesto, ¿qué piensas de todo el año que hemos hecho? Yo creo que los jugadores han hecho un papel muy grande, muy importante. Nadie podía pensar que a ese momento el hombre estaba detrás del Giore del Videocon. Entonces tenemos que darle las gracias a ellos y a los hinchas que nos apoyaron todo el tiempo. Az év elején és talán még közben sem gondolta senki, hogy csak a Győr és a Videóton fog minket megelőzni, úgyhogy hatalmas köszönet a játékosoknak, hogy végig dolgozták ezt az évet és megtették, amit meg kellett, és külön köszönet a szurkolóknak, akik egész évben biztattak minket, és hatalmas számba jöttek el ide erre a mérkőzésre is. Úgy érzem, hogy az első félidő elfogadható volt, a második félidő viszont kevésbé, akkor már lehetett látni, hogy a Honvéd igazából megelégedett a döntetlennel. Őrizték is, nagyon nehéz volt ellenük játszani. Csapatom viszont azt hiszem, hogy a tavaszi szezonban pafutballozott a legtompábban. Nehéz volt már felpörögni. Ennek ellenére azt lehet mondani, hogy gratulálok a Honvédnak a harmadik helyéhez, és gratulálok csapatomnak az egész éves teljesítményéhez, mert nagyon megérdemelte ezt a helyezést. A tompasságot említetted, valóban úgy tűnt az elején, hogy a bekapott gól kellett ahhoz, hogy kicsit fölrázza a csapatot. Így van, nem kezdtünk jól, de mondom, a Honvéd ellen nagyon nehéz játszani, nagyon szervezetten, masszívan futballoznak, jó pressingelnek. Aztán kiegyenlítettünk, úgy érzem, hogy az első fél időben volt két óriási helyzetünk. Ha azok közül egyiket berúgjuk, akkor aki kellett volna jönni a Honvédnak, akkor valószínű megnyerjük a mérkőzést, így azt lehet mondani, hogy igazságos döntetlen született.